A siker a sokoldalúság és a vidámság iskolájaként apostrofálta a Győri Szolgáltatási Centrum Deák Ferenc közgazdasági technikum igazgatója az intézményt, mely az előttünk álló középiskolai felvételi időszakban várja a közgazdaság és a nyelvek iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését. Nagy szeretettel várjuk azokat a diákokat, akik érdeklődnek a közgazdaságtan iránt, matematikából jók, illetve várjuk azokat is, akik nyelvet szeretnének tanulni, hiszen az egyik osztályunk mindig nyelvi előkészítős. Bizony a technikumi képzés az megkívánja, hogy a gyerekek komolyan készüljenek, hiszen sok tanulással szerezhetik aztán meg a technikusi oklevelet, de érdemes belefektetni az energiát, hiszen a munkaerőpiacon aztán nagy sikerrel fognak szerepelni. A Deák iskola volt az első hazai intézmény, amely bevezette a tanírodai oktatást. Különleges volt az elmúlt tanév megnyitója az intézmény életében, hiszen fontos bejelentést tett az iskola vezetése. A Nemzetközi Tanírodai Szervezet ugyanis a győri intézményt kérte fel, hogy legyen mentora a tanírodai oktatásnak, szervezzék meg Magyarországon a diák cégeket összefogó hálózatot. Nagyon-nagyon szeretik a diákok. Bátran mondhatom, hogy még a kevésbé szorgalmas diákok is beleszeretnek ebbe az oktatási módszerbe, és azt gondolom, hogy a munkaerőpiac szereplő is hálásak ezért, hiszen nem kell betanítani a diákokat, mert úgy lépnek már ki a munkaerőpiacra, hogy tudják, mi a pénzügyes feladata, a titkárságé, a HR-es munka miben áll, hiszen minden diák minden egyes munkafolyamatot kipróbál, megtanul. No és arra is jó ez, hogy magukat is teszteljék, miben a legjobbak, miben van leginkább jártasságuk. Az országban egyedülálló felszereltségű taniroda és számítógép park szolgálja a korszerű munkát, idén pedig több mint 40 millió forintból újult meg teljesen a Deák tornaterme. Ezzel egy több évtizedes álom vált valósággá az intézményben. A magasszintű képzés mellett számos tanórán kívüli programmal várják az ide jelentkező diákokat. Ha valaki hozzánk jön, az bátran állíthatom, hogy nem fog unatkozni sohasem, mert igyekszünk rengeteg programot szervezni a diákoknak. A 9-esek már egy gólyatábor szervezéssel találkoznak majd, aztán jön az őszi főzőverseny a Püspökerdőben, minden osztály készülődik valamivel, aztán jön a többi program, 12 vagy 24 órás foci, különböző sportrendezvények, és nagy-nagy készülődés a Deák Estre, ez a legnagyobb rendezvényünk, amikor is a mi diákjainké, a Richter terem színpada, mindenki megmutathatja a produkcióit, és a 9-esek pedig bemutatkozó műsorral készülnek, ekkor avatjuk valójában igazi deákossá őket, de Deák Ferenc születésnapján októberben is megtörténik a sálak, nyakkendők átadása, ami jelképesen is egy közösségbe vonja be a diákokat. Három osztályt indít a Deák a következő tanévben, 5 éves gazdálkodás és menedzsment képzés német és angol nyelven, valamint ugyanez a szak plusz egy éves idegen nyelvi előkészítővel. Az országos átlag feletti kompetencia és érettségi eredménnyel rendelkező iskola összesen 96 diák számára biztosít tanulási lehetőséget a következő időszakban.